helyes kézmosás elengedhetetlen egészségünk érdekében. A tenyerünk pár négyzetméternyi területén akár 10 millió baktérium is nyüzsöghet. Ennek számát a megfelelő és rendszeres kézmosás nagymértékben csökkenti. A kéz a legszennyezettebb bőrfelületünk. Vannak olyan baktériumok, amelyek napokon vagy akár heteken át képesek rajta életben maradni és így fertőzni. Nátha, influenza, tüdőgyulladás, hasmenés és bizonyos típusú májgyulladások is terjedhetnek a kezünkön található baktériumokkal, amelyek napjainkban egyre ellenállóbbak. A kézmosás kisgyerekkorban kell elkezdeni. Ennek az elsajátítása nagyon egyszerű, én azt hiszem, ezt mindenki tudja. Az óvodás, iskolás, később a középiskolás, illetve egyetemistákat is a helyes kézmosás technikára mindenféleképpen meg kell tanítani. Figyelembe kell venni azt, hogy világunk megváltozott, a kórokozók nagyságrendileg, száma nagyságrendileg megnövekedett, velük minden nap életünkben találkozhatunk a buszon, a liftgombon, a csengőn, a kilincseken. Ellenük mindenféleképpen valahogy védekeznünk kell. A kézmosás a legegyszerűbb. Magyarországon az első kézmosás világnapot 2009-ben rendezték. Itt a Józsa András Oktatókórházban már több mint 10 éve szerveznek kézhigiénis világnapi vetélkedőt a szakdolgozók résztére. Idén 10 csapat mérte össze tudását, speciális tesztet töltöttek ki, szakmai kérdéseket kaptak, valamint a védőruha helyes fel- és levételét is bemutatták a versenyzők, akik többek között a sebészeti osztályon a belgyógyászaton és az ideggyógyászaton dolgoznak.